Szevasztok gyerekik, új videót csinálok, mégpedig az, hogy ugye fölhívok egy-két ilyen nézőt csak így random, és hogy milyen reakciók lesznek, mert igazából napi szinten írtok nekem kurva sokan, és sokan is válaszolok, olyan dolgokat kapok, hogy hogy vagyok, meg ilyenek. Most erre nem fogok válaszolni. Csak itt közben Milánnak meg izé. Bokitokiba bemondták, hogy menjen a faszba. Na, szóval, ja, most arra gondoltam, hogy miért ne gyerekek, miért ne hívja a föltiteket egy-két szót, aki fölveszi. Mert szerintem csomóan lesznek olyanok, akik nem merik majd fölvenni. Én elsőként azt mondom, próbálj meg kedves Molnár Krisztiánt fölhívni. Egy minute ago. Na, nézzük, vajon Molnár Krisztián föleveszi. Az öreg csónár. Hát, Patyuska, most nem tudok beszélni, mert most a szüleim is hol vannak, a szüleim vannak itthon, Patyuska. Jó, ha mondnál, Krisztián, hát ez egy fekete font, ne haragudjál, majd talán legközelebb. Viszont én az előbb küldtem egy hangüzenetet Molnár Krisztiánnak, és ezt hallgassuk meg, ő is küldött egy másikat, egy választ, na nézzük csak. Szia, kedves Molnár Krisztián, mi újságban Molnár Krisztián, minden oké, Molnár Krisztián? Na, ezt küldtem volna a Krisztiánnak, és ő megküldött valamit vissza. Hallgassuk meg gyorsan, ha már nem sikerült vele beszélnünk. Szép a Krisztián. Ja, minden rendben. Láttam, hogy már van két kor is elidejöttek. Majd várom, akkor csinálj. Best of FM-et. Ideált. Ja. Vagy azért én szólom, mint volt, vagy mondd ezt, hogy mikor lesz. Kurva jó kis párbeszéd. Aska FM. Na, érdek is, Csolnár Krisztián megyek. Szóval igen, Molnár Krisztián azt mondja, hogy ezért, hogy csináljak ezért Aska FM-ek videót, meg ezért nagyon szereti. Hát nem tudom, kedves Csolnár Krisztián, az a baj, hogy jó, megpróbálom, majd ránézek, de még nem néztem végig az Aska, tudom, hogy van Aska, de nem néztem be. Mit tudom én, aki nagyon írogat, mert erőteljesen van itt egy kis gyerek, úgy hívják, hogy Robert Pataki, tehát a gyerekek ilyeneket ír, hogy itt vagy? Várj, az elejéről, szia, az elején még köszöntöm is, csá. Mizu, szoktam nézni a videót, itt vagy? Mikor teszel fel új vidit? Ha-ho, mikor teszel fel új vidit? Szia, itt vagy? Szia, Patik, megkérdezhetném, mikor lesz új videó? Szia, szoktam nézni a videót, ha-ho, csá, szia, szoktam nézni a videót, itt vagy? Szia. Hívjuk föl. Ah, nem elérhető. Hát kedves Robert Pataki, sajnos ezt a kóra, most lemaradtál. Mindjárt menjünk tovább, aki kicsit úgy mondjuk. Van egy csoport, homokosok gyülekezete, ugye én itt tagja vagyok, ez itt a Pongiékkal egy ilyen csoportunk. De hát itt úgy látom, őket nem lehet konkrétan hívni. Na mindegy, akkor legyen mondjuk a Oliver Harcsa. A fönn van. Harcsa, Oliver. Harca, nincs meg. Két óra volt legutoljára. Ajjajajaj, Roland Erdé, nézzük, ő is itt kérdezik előszeretettel, hogy mikor lesz chatfület videó, de imádom, amikor megkérdezik gyerekek, hogy mikor lesz chatfület videó. Nem úgy tényleg, sokszor válaszolok, de amikor már századszorra kérdezik mert a pont, aztán nem bírom gyerekek. Kevin Lakos. Te fenn vagy Kevin Lakos? Aktívnál, hívjuk föl. Nézzük. Vegyétek föl gyerekek, nyugodtan, ne szarjatok, basszus. Hello? Mi újság? Nem semmi. Lehet ha... Köszönöm, kicsit beszélj hangosan, most videóba vagy. Ja. Örülsz neki? Akkor... Ja, örülök. Sziasztok, nézők. Kevin Lakosról van szó. Iratkozzatok fel. Még van csatornád? Csatornád. Jó, az én csak... Adj egy ötöst. Bang! És mi a helyzet amúgy? Ha látom, hogy kérdez, hogy folyamatosan kérdezgetett tőlem te is, hogy mikor lesz izé videó, meg mikor lesz live, mikor lesz izé webkamerás videó, meg ilyen hülyeségek. Azért mondom, akkor egy-két nézőt így fölhívok, tudod? Ja, csáho Patus, lesz még Pongékkal live? Ezt kérdezte tőlünk ez a srác, akivel éppen interakcióba kerültünk. Nem tudom, mikor leszem úgy live, mert én live-ozni csak vagy dolgozok, vagy most internet probléma van, szóval ez még így kétséges, mert hogyha lesz egyszer gépem, meg lesz jó netem, akkor mindenféleképpen lesz így gyerekem live. Velük. Érted? Ha, értem. És mi újság, veled mondjál valamit, egy-két szót még így a vége előtt. Most átkeztek egy labdával, nagyon örülök neki. Milyen labda? Pöttyös? Mi? Volt-e ez egy dévényi? Nem,
Ja, én Adidas, bajnokok ligájás, aztán megrendeltem egy... Bajnokok ligájás, azt mondja. Jaja. Jó hangzik. Hát most vagy én is ebből. Hát jó, hát majd küldj vissza be. És nézzük el, ne felejtsetek feliratkozni a Molnár Krisztiánnal. Erről van szó. Erről van szó. Az meg a másik. Még egy ötöst adják. Ez bang. Na, örültem kedves Kevin úr, remélem még azért még dumálunk később. Na, csácsá. Az első, aki fölvette, gyereki. Akkor mi van még? Én bazd meg. Submitoljuk, mert jó volt minden. Azt mondja, Jason Play fönn vagy, bazd meg. Az öreg Jason Play fölhívjuk. 9 perce volt aktív. Ráírunk, hogy fönte van. Igazából nem tudom, mi a hosszú videó, de azt tudom, hogy 12 percet tudok csak fölvenni most egyelőre ezek is gépezette. Nézzük, Fira Hefner, hát a Firát hívjuk föl, nem tudom. Fira, föl lehet? Az ilyenkor alszik, bazd meg. Az éli bagoly, nem? 3 órája volt aktív, szerintem 3 órája ment el lefekült. Igen, akkor Dániel Nagy ugye hatalmas izé, vlogger, 19 perce volt, hát próbáljunk rá, rápróbáljunk. Dániel Nagy ugye ő neki is vagyunk csatornában, ő a Don Stalker, akivel találkoztam a Győri Playja, itt minden pont fel fogja venni, mert ő mindig kollégiumban vagyok, meg izé tanulok. Ilyen tanulós gyerek. Mindegy, tehát akkor hagyjuk. Akkor Dániel Nagy, mindegy, ingyen is üdvözlünk még egyszer. Közben figyelgetem azért, mert hogy hívják van. Igen, azt mondja, van itt olyan, aki folyamatosan szokott zaklatni, hát Tomás Johnson, Mário Antal, Mário! Antal Mário oda fölött lehet, csak két szót veled beszélgetnék amúgy, mert szoktunk itt hangüzeneteket küzdgetni a Máriónak, körülbelül ilyen hangvételű. Mário harmonikás. Ilyeneket szoktam fárasztani. Na próbáljuk meg a Máriót. Véletlenül felhívtál, azt írja Dánielnek. Hát nem véletlenül, hanem direkt. Mário, vedd fő Mário, bazd meg. Amúgy Mário TV a csatornája, srác, de... Megharapszok. Most meg fog haragudni, bazd meg Mário, hogy ilyen köcsög volt, hogy nem vetted fő, úgyhogy... Au! Au! Nem kivinkeltem ki magam! Jó van, bazd meg Mário. De azt mondja Dániel, hogy véletlenül felhívtál. Hát nem véletlenül, ez egy direkt hívta alakul, úgyhogy most vedd föl, kedves Daniel. Daniel a harmonikás. Szerbusz, kedves nagy Daniel, igazából videóban vagy, és most éppen csinálok egy izét, hogy így felhívom a Messengeren, ahogy hívják őket, egy-két ilyen emberkét, tudod, akikkel úgy tartom, mert akik úgy zaklatnak, meg ilyenek. Ja, értem, és hallasz engem? Nagyon tökéletesen amúgy. Mi a helyzet, kedves Daniel nagy? Meg vagyok, köszönöm szépen, itt van a barátnám. Ott, ó, hát akkor rosszkó zavartam, akkor éppen leugrottál róla, ne? Nem, de hogy is. Nem, mi? Akkor még izé hallom, hogy tedd már, tedd már. Hát ez rosszul hallod, ez lehet, hogy más valaki. Más valaki? Nem tudom, szerintem kamutóta nekem. Ismerem már fajtádat, bazd meg. Tényleg, húha. Na jó van, Daniel úr, akkor nem is zavarál tovább, az örültem, hogy tumáltunk. Jó van? Rendben. Na, csácsá, tovább jó hesztelést. Neked is, hello. Danielt megzavartuk már jövő szerintem. Lesz ilyez, jó van, megye. Jó, még egy valakire legyen idő, mert nem tudom, hogy meddig tart, mert ja, elég régóta vesz, aztán 12 percet tudok, csak fölvenni gyerekek, ez meg ilyen random videó lesz, ilyen még nem volt senkinél, legalábbis nem láttam, mi van? Mondjuk az utolsó jelentkező, ahol megáll, kurvasok van, kurvasok, még megy lejjebb is, mondjuk, és ő legyen az. Kinga Szabados! Kinga Szabados! Júli 12-e. Na nézzük a Kinga Szabadost. Föleveszi. No answer! Kinyomott! Kinga Szabados, menj a fenébe! Akkor ki legyen a következő szerencsés? Bang! Még egy itt. Tomás Johnson! Hihetetlen megállt Tomás Johnson. Úgyse fogja fölvenni, mert nem akarja a kilétét, hogy hívják volna a gyerek szerintem, mert be van szarva. Jó, a Tomás Johnson azért sokkal jössz, mert párszor megemlítettelek. Vas Atis, tessék. Ön vagy Vas Atis. 10 órája volt fönt, akkor reménytelen mondjuk, akkor legyen ez a Ferenc, Tiki, izé. Ja, a Ferenc, aki megkérdezte, hogy izé, hogy tudnál-e neki küldeni egy SMS-t, mert nincs pénz a telefonján. Én hívjuk föl, de nem bírom bazd, mert nem bírja fogadni. De nem igaz, már gyerekik. A mindegy, akkor legyen mondjuk ez a Varga Adrián, ennyi lebuktál, őt se lehet hívni, akkor ki a faszt hívja, bazd meg. Zoltán Tálos, az meg ki, mindig hívjuk föl.
Zoltán Palos. Tálas István. Nem volt egy ismerősöm régen. Ronald régen még a Rákosi rendszerben. Nem veszik föl gyerekek, nem veszik föl baszik. Utána meg a figyel, meg végre lesz a videónak, akkor miért hívtál meg, akkor beszéljünk. Persze. Na, Kinga szabad is írt, hogy szia, mi újság? Hát akkor most megpróbálok még egyszer. Lerak, jó van gyerekek, akkor bazd meg, akkor azt mondom, hogy izé. Mezőfi Alex. Őt tudom hívni, még ő az utolsó, Mezőfi Alex. Jó van srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és ha szeretnétek még ilyen hasonló kis mókázást, akkor gyertek, és ja, szóljatok, írjátok meg kommentbe, meg hogyha tetszett, meg lájkoljátok, meg stb. Na köszi szépen, hogy itt volt a gyerekik, és ha tetszett, akkor ja, like, meg ilyenek tudod. Na bang!